Közben a vonalban Palkonyát kapcsoljuk élőben, ugyanis Pauli Zoltán, a Pálkonyha Panzió és Spice tulajdonosa és gasztroblogger, illetve Tóth Vera várakozik, akik, ha minden igaz, egy zöld borsó levest készítenek ott élőben velünk, mert hogy majd mi is fogunk készíteni egyet, ugye? Mi is készítünk egyet. Szia, Zoli! Sziasztok! Sziasztok, hello! Most már hát még a reggel kortyolgatjuk, és nagyon büszke vagyok, igen, csókoltatom a balkonyai szomszédokat, hogy ilyen korán fölkeltek, és ott vannak veletek. Átadjuk. De ugye most megtudtuk nagyjából, hogy akkor Palkonyán mindenki betelepült, tehát hogy ez egy elhagyott falu volt, és nincsenek több száz éve ott élő családok. De hogy keveredtél oda? Vannak. Vannak? Vannak, de aki itt találkozik és alkotó kedvű, az mindenki ilyen gyűjtmen, de úgy van itt be a faluba, hogy elvileg 20 év után előléptetnek betolakodóba. Egyébként ezt akartam kérdezni, hogy én is gyűjtment vagyok a magam falujában, és igen, én is már talán a betolakodók státuszba kerültem már így lassan 18 év után, de hogy nem feltétlenül mindig elsőre, nem feltétlenül egyöntetű az öröm, amikor jönnek és okoskodnak a gyűjtmentek. Ez Palkonyán hogy volt? Tehát rögtön nagyon nyitottak voltak az újítási ötletekre? Hát én azt gondolom, hogy még ide se érkeztem már a ház, mindenki tudott róla, hogy én ki vagyok. A falusi információs szolgálat az viszonylag jól működik, úgyhogy elég hamar nyitott volt itt mindenki az újra. Azért ugye ez egy olyan kis közösség már itt 20 éve, akik folyamatosan valamit kitalálnak és építkeznek. Ugyanakkor, ahogy itt az előttem szólók, meg Gabiek is mondták, hogy meg ugye a szlogen az, hogy lassulj be. Úgyhogy mivel mi is itt élünk, így fél lábban, mi is kicsit ilyen gyűjtmentként, de egyre többet már itt. Azért gondosan figyelünk arra, hogy ezt a belassult életet és ezt a nyugalmat megőrizzük. Most megértjük, hogy miért ilyen rossz az internet. Tehát, hogy... Engem az érdekelne, hogy Vera, te most milyen státuszban vagy? Te már betolakodó vagy, vagy éppen... Én még betolakodó vagyok. Ütment vagyok még itt. Úgyhogy a 257 fős faluból lett 258. és nagyon jó kis hely. Tehát azt kell mondanom, hogy amikor először ide érkeztem, akkor leesett egy nagyobb hó, és az autómat belepte a hó, és mi elmentünk egy másik autóval vacsorázni, és mire hazaértem, akkor volt a szélvédőn egy hatalmas szívecske, és én úgy éreztem, hogy akkor Palkonyó befogadott. És akkor te most vettél ott egy házat, és ilyen kétlaki életformát élsz? Tehát hol... Nem kellett házat vennie, elég volt beköltözni a Zolihoz. Zolihoz. Megszoktam az uramhoz. És hát ingázgatunk Budapest és Palkonya között. Ez jó, ez a kettősség, van egy kis belassulás, meg van egy kis pörgés. Ez kell nekünk, mert így tudjuk fenntartani a tüzet. Hát ezt megértjük. Egyébként szerintem ez a legjobb kombináció, amikor az ember mind a két világból azért van egy kicsi, úgyhogy irigykedem. De neked, Vera, azért most ugye ez a pandémia, én nagyon követlek és olvasom a posztjaidat, ugye egy sokkal nagyobb belassulást az ott, ami egyáltalán nem egy kellemes belassulás. Hogy mit ad neked ebben ez a falu, abban, hogy ezt a teljes elzártságot, a szokásos életettől meg tud élni, és megtalált benne a mást? Tulajdonképpen a karantén elején ez bizonyult a legjobbnak, hogyha itt vagyunk, és azért, mert a faluban olyan, mintha nem történne semmi. Tehát látom, hogy figyelnek az emberek egymásra, meg hordják a maszkot, meg mit tudom én, de... Meg a traktor akkor is kimegy. A traktor akkor is kimegy, hogyha a koronavírus van. Tehát, és ez ad egy ilyen biztonságérzetet az embernek, hogy látod, hogy a falusiak ugyanúgy szorgoskodnak, ugyanúgy elindulnak a munkájukba, ugyanúgy beszélgetnek egymással, csak éppen jobban fokozottabban figyelnek. Azért azt kell mondjam, hogy működik ez itt az egymásra való vigyázás, és ez megad egy ilyen biztonságérzetet, egy ilyen melegséget ebben a rideg-hideg vírusban, amiben olyan, ez egy ilyen magányos vírus, ez borzalom egyébként, tehát ha elkapod, akkor egyedül vagy, ha kórházba kerülsz, nem mehet be hozzád a szeretted, nem tudom. Tehát egyrészt ugye kevesebb az előfordulási esélye itt a vírusnak, szerintem, és azért is jobban biztonságban van az ember, meg itt azért van mit tenni-venni, és az unalmat el lehet űzni. És miket tesztek-vesztek, mert egy csomó közös projektetek van már, nem? Ha hol kezd? Hát alapvetően... A borsólevessel kezdjétek. A vendéglátásban ugye itt nekünk Palkonyán van ez a kis
a közös sztorira rákötve, hogy egy ilyen pódium dolgot találtunk ide ki, építettem egy olyan teraszt, ahol ami nagyon nagy színtere tud lenni ezeknek a különböző gasztroművészeti eseményeknek. Ugye nekünk van egy közös ilyen projektünk, az Budapesten fut, és tavaly a pandémia előtt még elindult egy ilyen vidéki turnéra több meghívással, ahol az a lényeg, hogy a kitűnő borok, a minőségi gasztronómia és a zene találkozik egymással, és ezt számtalanszor kipróbáltuk, és remekül működik. És Budapesten is alig várjuk, hogy újra folytatódjon ez a sorozat. Ott annyi van, hogy vendégművészek és vendégséfek vesznek ebben részt, ennek csak annyi az oka, hogy ne legyünk unalmasak, tehát mindig változik mindig a repertoár. Mindig változatos, meg tudjunk mutatni egy csomó borász, meg séfet, meg nem. És most, ami a legújabb, ugye ez is, hogy hamarosan májustól reméljük, hogy ha igazoltási könyvvel, vagy akárhogyan is, de el tudjuk ezt kezdeni, de ami most nagyon aktuális, és nyakig benne vagyunk, az, hogy lesz saját borunk. Ah, és az honnan jött a bor? Van ott helyben szőlő is? Ugye ez egy kétpólus, de ezt mondd el te, drágám, mert te nevedem van. Igen. Októberben beszélgették, hogy olyan jó lenne ide kirakni a vendégek elé az asztalra olyan bort, ami azt mondjuk, hogy a sajátunk, vagy a mi nevünket viseli. Na most nekünk nincsen szőlőnk még, mert azt gondoltuk, hogy majd a nyugdíjas éveinket szőlőben fogjuk tölteni. De az Irénke nénitől megvesszük. Ha az Irénke nénitől lehet, nem, Irénke nénitől nem biztos, hogy megvesszük, de igen. És az az igazság, hogy ez egy ilyen collaboration story lesz, ami arról szól, hogy mi felkértünk két borászt, aki az egyik észak-balatoni, a másik villányi. Természetesen ki lehet találni, hogy melyik színű bor honnan fog jönni. Ugye észak-balatonról a fehér, a Pálfi pincészet, és Bakonyi Péter pedig innen a villányi borvidékre, és a vörös bort házasítjuk folyamatosan, mi most azzal foglalkozunk. Tegnap kész lett. Tegnap kész lett, tehát összeraktuk, és nagyon-nagyon szép kis bor lesz, és ennek lesz egy neve is, egy szép ékkő nevét fogja viselni, a gyémántot, és ebből szeretnénk egy ilyen sorozatot csinálni, és több borászattal is majd valószínűleg fogunk dolgozni. Most egyelőre a fehér és a vörös lesz, és ennek a bemutatóját szeretnénk, hát remélem tudjuk szervezni, mert ugye még azért azt hiszem a kormányrendeletben még nincs rendezvény megengedve, úgyhogy várjuk a csodát, hogy megengedjék. Mi is várjuk a csodát, és jön a zöld borsó leves kihívás is, úgyhogy nem sokára innen folytatjuk. Köszi! Átutazunk, szia, a Konyha-szigetre. Konyha-szigetekre, és reméljük, hogy Palkonyára is egy kicsit, vagy hát legalábbis eljutunk megint Zoliékhoz, mert az lenne a lényeg, hogy ne csak mi főzzünk. Gyere, itt zöldborsólevest. Te leszel a főzős. Jó, értem. Hát furcsa leosztás, igen, tehát itt vagytok, sziasztok. Igen, látunk benneteket, jól van, itt vagytok. Meséljétek el nekünk, hogy ti milyen zöldborsólevest készültök főzni. Kicsit olyan ez a feeling most, hogy nézem ezt a képet itt a telefonon, amikor csináltuk ezeket a kis karantén vlog videóinkat itt benne a konyhában, tiszta retro hangulaton van. Semmi komplikáció nincs ebben, ugye most indul a szezonja, így igazán az zöldborsónak, nem tudom, tudtátok-e, hogy itt Villányban ennek nagy hagyománya van, Nagyharsányból jött mindig az első zöldborsók a piacokra, mert ugye bevetették a szőlősorokat, és mielőtt a borászok rámentek volna művelni a zöld munkázat, vagy a szőlőbe az első permetezések, addigra már beérett a zöld borsó, és akkor leszették. És ez ilyen talajtakaró növényként is funkcionált ott. Úgyhogy mi nagyon szeretjük, nagyon egyszerű leves lesz csak belőle egyébként. Na de milyen leves? Zöldborsó, hát most mondtam. De annyiféle zöldborsó leves lehet főzni. Hát én egy krémleves csinálok, és úgy fog elkészülni, hogy nagyon rövid idő alatt megfőzzük a zöldborsót. Ugye az, hogy egy ilyen szép zöld színe legyen, ahhoz én alaplével fogok dolgozni, de egyébként meg lehet úgy is főzni, hogy a zöldségekkel együtt, csak akkor, amikor pürésítjük a végén, akkor érdemes kiszedni belőle a többi zöldséget, hogy szép zöld maradjon. A leves betét az pedig egy bivaj sajt lesz, egy ilyen olvadó bivaj sajt, és tifolder, ugye ebben a mélyen gyökerező falusi identitásunk, ez a szalámi, ugye ez a sváb vastag kolbász. Ez már nem a méret a lényeg. És ez már ugye gyakran használjuk mi az ételekben is. Például ebben a levesben úgy lesz leves betét, hogy leszeleteltem, szépen kisütöm a zsírját neki, és akkor vagy egy pici kis japán morzsával, vagy akár önmagába össze lehet zúzni ilyen ropogós morzsát. Aha, tehát kolbászmorzsát csinálsz belőle. Aha, egy ilyen kolbászmorzsát, ugye nagyon jó íz egyébként, jó játék a
ez a füstös kolbász íz, meg az édeskés zöldborsó, meg ez az olvadó naturális sajt, és akkor csak egy kicsi füstös szalonnát fogok belefőzni, fokhagymát még pluszba, meg ennek a zsenge kis cukorborsó. Kérhetek én is? Itt az ízét is érzem, ahogy roppan. Igen, egyébként mi is krémlevest csinálunk. Én arra számítottam, hogy a tietek nem krémleves lesz, és azért gondoltam, hogy akkor majd mi krémlevesezünk. Igen, én hallottam, hogy a fenébe. Igen, de nálunk is van a laplé, és nálunk budjantott tojás kerül majd a tetejére, mert hogy itt Budapesten nincsen nekünk svábkolbászunk. Nekünk viszont még gyorsan meg kell nézni, hogy hogyan sikerült a palkonyai menü. Az én levesem ott szépen rotyog magában, remélem megfőzi magát. Remélem. Na, nézzük is meg, nehogy oda kozmáljon. Nem, azt azért biztosítottam, hogy ne kozmálhasson oda. Jó, csak akkor közben Veráci Zolit meg szólítjuk, hogy itt vagytok-e még, megmaradt-e a kapcsolat palkonyával. Meg vagy. Hello! Hello, sziasztok! Na, ott hogy áll a zöldborsos krémleves a jó kis vastag kolbásszal? Nagyon izgulom. Kolbász morzsával, ugye? Kolbász morzsa. Annyi csavart csináltam még, hogy kókusztejjel készül egy kicsit, legyen benne egy. Jó, majdnem ugyanolyan levest főzünk akkor. De legalább az érdek, hogy ezt tudom kóstolni, és akkor olyan, mint azt tudom kóstolni, tehát simán. És Dóra, a tiéd az hogy áll, kérlek? Az enyém az gyakorlatilag készen van, tehát már nem szeretném tovább főzni a zöldborsot, mert ugye a Zoli is mondta, hogy ha túlfőzzük a zöldséget, akkor egyszerűen egy ilyen szürke krémlevesünk lesz, és az lenne a lényeg, hogy ez egy szép élénk színű leves legyen. Úgyhogy még akkor krumplival sűrítesz, ha jól látom. Én krumplival sűrítek. Te mivel sűrítesz, Zoli? Én a saját, ugye szétet van pürésítve, jól el kell találni, hogy mennyi a lé, és nem sűrítem be. Aha. Zöldborsával sűríti. Jó, van, hát igen, hogy a zöldborsó keményítő az egy fontos keményítő, azzal lehet sűríteni. Én nekem majd itt botmixereznem kell, akkor bugni fogunk. És azt megmutatod nekünk, hogy hogyan készül a kolbász morzsa? Már elmondtad már, de olyan jó lenne, ha egy kicsit látnánk belőle. Igen, nyugodtan tedd oda a telefont, és akkor van egy közben. Kezdjük el kitálalni a levesünket. Ja, ti már ott tartotok, nagyon menők vagytok. Na, akkor tálaljatok, én addig budjantott tojást fogok tenni. Engem meg az érdekelne, itt hallom a kollégáktól, hogy ti egyébként azért nyilván nem csak a bort, nem csak borsófőzeléket csináltok, hanem például a kenyeret is süttök, ami szerintem most nagy sláger. Egy picit meséltek arról, hogy milyen pizza is készül nálatok, tehát ezekről is meséltek már egy picit. Jó, hogy mondod, mert nem van a kemencébe a kenyér. Ugye? Nem, maradjál! Az a lényeg, hogy most egy ideje volt időm nekem is kicsit kísérletezgetni itt a kovászokkal, és nekem mindig is nagy vágyam volt, hogy legyen itt egy lepény, vagy egy hívjuk pizza, mert én inkább lepénynek hívnám, hogy nem volt időm, csak mindig készletésem volt, hogy legyen egy jó tésztám, és most a pandémiában volt egy pár hetem ezzel kísérletezgető, úgyhogy én azt gondolom, most a szakmabeli kollégáim is azt mondták, hogy egész vállalható lett a végeredmény, úgyhogy most elkezdtünk, és annyira fellelkesedtem, hogy épp most érkezett meg múlt héten Nápolyból egy gyönyörű pizzakemence. Igen, megmutatjuk, hogyha gondoljátok. Mutassátok feltétlenül. Igen, és én ki fogom venni ezt innen, hogy lássuk közelről azt, amit az Oli csinál, jó? Nagyon jó lenne, mert pont ezt akartam mondani, hogy teljesen rosszul szerveztük ezt a műsort, mert annyira szeretnék belelátni a tányérba, de akkor most beleleshetünk. Aha. Az ott csináltam egy kis a tojás, az a budjantott tojás, amit most belehelyeztem. Nem, az állatok lesz. Ez a mozzarella. Ez egy bivaj mozzarella lesz, okay, a tojás okay, az itt a budjantott tojás, jó, hát én is megbudjantam. Kettő adagot csinálok, mert ez lesz az ebédünk. Nálunk is, én is ezzel izgulok. Alapvetően a zöld, a cukorborsó az nincs hőkezelve, az csak le van vágva nagyon vékony szeletekre, és az annyi hőt fog kapni, amennyit a forró leves. Annyit csináltam még, hogy leforráztam még zöld borsót, az nincs igazán megfőzve, csak le van forrázva, kicsit még ilyen, hogy a frissessége szépen megmaradjon, és ezekből a kettőből fogok egy ilyen kis fészket csinálni ide a tányér aljára. Ugye ez egy nagyon egyszerű leves, de mégis tök jó, hogyha tud szép lenni, nem? Ilyen kis szép kis trikó. Hát ezt már sokszor megbeszéltük, hogy nagyon fontos egy ételnél, hogy az embernek a szemével is kell enni, igen, nem elég. Igen. És ez meg annyira ilyen már tüntetéseken is felszolgálható népnemzeti érzelmű trikolor. Nem elég piros az a kolbász, én úgy látom. Szerencsére a sorrend jó, mert fordítva akkor az olaszoknak szolgálhatnád föl. És akkor én úgy gondoltam, hogy én ugye, ez a szép zöld lé csak így ráöntem, akkor már kevésbé lesz szép. Nem, szerintem most is nagyon szép.
és továbbra is őrzi a nemzeti színeket, úgyhogy nagyon, és nagyon igen, szép, tényleg jól besűrűsödött egyébként. Az én levesem egyébként nagyon hasonlóan fog kinézni, csak most nem merem le botmixerezni, mert akkor ugye nem fogunk hallani semmit, de a budjantott tojásomnak már csak 40 másodperce van hátra, úgyhogy az én levesemet nem tálaljuk ki, hanem csak elhisszük, hogy én is tudok olyan szép színű krémlevest készíteni, mint te. Elhisszük neked, adunk neked ennyi bizalmat. Viszont budjantott tojásban nagyon jó vagyok. Majd a végére elkészül, és akkor majd megmutatjuk igen. A dolgokat. Jó, van, hát nagyon szépen köszönjük, hogy főztetek velünk, jó étvágyat kívánunk nektek, és további jó kis lassulós napokat Palkonyán. Igen, lassuljatok tovább, és előbb-utóbb mi is meg fogunk látogatni benneket.